Jó estét kívánok mindenkinek! Itt vagyunk Bece István kollégámmal Bánkfalván, hisz itt van most egy sajnálatos helyzet, eset. Esztojka Istvánnal fogunk egy kicsit beszélgetni. Nem fogjuk mutatni az arcát, ellenben az, amin ő átment, az, amint szenvedett, az azt gondolom, hogy olyan dolgok, amivel ennek az országnak többet kellene foglalkoznia. És ugye itt a kérdés, a medve kérdés. És ha csak azt mutatom, hogy hogy néz ki, most nem mutassuk meg a lábát, de hogy mekkora vasat kellett beépíteni a lábában, hány műtéten esett keresztül, mert medvetámadásnak az áldozata, akkor azt gondolom, hogy el se tudjuk képzelni, hogy milyen fájdalmon és milyen megpróbáltatásokon ment keresztül. És itt Bánkfalván meg szeretnénk köszönni a házigazdáknak, hogy befogadták és ügyelnek rá, mert az az igazság, itt vannak előttem az összes papír, és sajnos a román állam számára ez a fiatal ember, mint medveáldozat, igazából nem létezik. És azért is van ez a beszélgetés, mert sajnos, ugye, de majd el fogja mesélni, hogy mivel foglalkozik, és kisgyerekkora óta csak ezzel foglalkozik, úgyhogy mással, más mesterségben nem tudja annyira feltalálni, vagy megtalálni a lehetőséget, és az lenne a mi kérésünk, a mesteri beszélgetésnek a fő témája az lesz, hogy hát Istvánnak segítsünk, fogjunk össze azért, hogy a telet és a hátralévő hónapokat, amíg teljesen felépül, abban lehessünk mellette. Na, néhány szóba el tudnál nekem mondani, hogy történt azért, hogy... Hát én mentem a táneket, ítsem meg, s út egyből rám szökött. Ez hol volt, melyik faluba? Csíkbánkfalvában. És távol volt a... Édesbükkibe. Az mi az? Szentmárton felé. Szentmárton felé. Igen, bólizni. És hogy történt? Tehát hány óra felé volt ez? Hát este... Fél hatka ment táneket, ezt akartam szedni, és úgy megtámadott, rám szökött. És kutyák mentettek meg. És akkor mit csinált miután? Hát megtámadott, csak kutyák ászolvolták nonnáházán. És úgy hittem a mentőt. Tehát ön hívta a saját telefonját? Igen. Én hittem a mentőt. És úgy értettem, hogy utána megint azért? Visszajöttem át le. Tehát oda, ahol volt? Igen. A mentősök jásztették el. Mikor visszajött. Már a mentő meg volt étkezve. És ez egy másfél hónapja volt, ugye? Hát egy hónapnál több most. Mindjárt két hónapja. És két hónapja, akkor itt van itt a család, önnek viseli a gondját. Igen, hogy megtörtént a borván. És hogy szeretne? Mit szeretne? Vagy hogyan képzeli el? Hát, mit kéne csinálni? Hát valami pénzt segíteni. Igen, értettem, hogy nem tud írni, olvasni. Írni, olvasni nem tud. Nem tudok dolgozni. Vagy írni se, se olvasni se. És azért, mert nem engedték iskolát. Apám még, igen. Tehát van egy ilyen probléma, hogy ez az egyetlen, ugye, egyetlen lehetőség, hogy és érti is azt a szakmát, de gondolom, hogy megbíztak az állattartó gazdák az ön tevékenységében. Igen. Igen, ők készítettem az állatokat. Hány tehenre kellett ügyeljen? Hát itt. Hát amikor ott volt a medvénél? Hát... Mikor a medve megtámadta? Száz? Valamennyi volt. 126. 126, úgy érettem. Igen. És hány kutyája volt? Hát 6 volt. És ezek a kutyák... máskor is így megvédték, hogyha volt támadás? Igen. Ez a medve már gyakran jár be? Hát azt még nem jártam mást, igen, de azoknál foglalkoztok. De az egyből szökött jelen. Megijedt? Hát megijedtem. Úgy megmártam egyből is. Úgy meg is ijedtem. És hogy érzi, hogy ha felépül, akkor folytatná az állatgondozást, hogy... Igen. Vigyelj az állatokra. Igen. Tehát akkor nem tántorodott el ettől a mesterségtől? Nem. Hát nem, mert azt szoktam meg, és azt szálltam. Tehát neked. És
Ebben a térségben még más medvét látott az év folyamán, vagy ez egy volt az, amelyik? Ebben az évben még többet jártam, bocsost és jártam. És akkor azok nem voltak támadóak? Nem, és tavasszal is jártam. Uh-huh. De azok nem voltak, azok a ból nem volt. Uh-huh. Hát tiák az ember szökött el, ez azért. Hány éves korától ugyanaz állt? Hát éppen mennyit tudtam csak, kicsik olyan az. Akkor jön azért a medvéhez valamennyire hozzászokott, nem? Vagy... Igen. És még volt olyan, amikor így találkozott közelre medvével, vagy nem hát volt? Hát volt, csatorszegénes volt, de nem bántott. Mennyire ment közel a medvéhez? Hát én észrevettem, hogy ő eszik, de én átfuttam aztán uh-huh. az állató közt. Ja. Oké. Okay. És hogy látja, hogy az évek folyamán most több medve van, vagy? Több medve van, kell látni. Uh-huh. Már mindjárt fogjuk a saját menni. Uh-huh. És az állatok mennyire szokták meg a medve közelségét? Vagy hogy hát érzi, hogy ők nem veszik észre, vagy? Hát az talán nem viszik, de... Nem, na, talán nem. Homo nem veszik észre, de a kutyák észreveszik. Uh-huh. Akkor kutya nélkül... Kutya nélkül nem lehet. Nem lehet. Nem. Hogyha lett volna ilyen paprikaspré, vagy valami, vagy nem? Nem. Nem, tehát... Nem. Hát semmitől se fét. Miért gondolja ezt? Hát azért, mert ettől kiáltottam, és úgy már elmes volt szökve. Ja, tehát még igen. A hangra még jobban igen, támadott. Igen, hangja jobban jött. Uh-huh. És mit tud mondani azoknak, akik úgy önhöz hasonlóan vigyáznak az állatokra, hogy mire ügyeljenek, vagy... Hát... Vagy aki az erdőbe jár, vagy... Hát én azt, hogy... Ő is nem tanácsos járkálni, kutya nélkül. Sofőják nem is jók a kutyák. Milyen kutyái vannak? Hát itt vannak. Ja, itteni helyiek, tehát nem igen. Valami spéci kutyák, nem. Hanem itt, igen. Itthon nevelt pásztor kutyák. Igen. Uh-huh. Jó, hát tényleg nagyon, nagyon sok beavatkozásra került sor, és tényleg köszönet azért, hogy itt ügyeltek a fiatal emberre, illetve még hogy érzik, vagy? Jó, mert úgy voltok. Egy hozékát elhozom, mert érzik. Mikor szüksége van valami lennék, akkor megcsengek. Mindig hátul vagyok, akkor nem. Most látok, mindig itt ülve. Uh-huh. Én gondolom. Csendes fiatal. Nagyon csendes. És hogy véletem akkor, hogy a mostóapjához fogna visszamenni, igen. Menne vissza a Kászonba. Igen. November 24, vagy mikor engedik? 24-én kell még vigyük oda, tehát csak nem tudom, hogy behatják még megrökönözni, hogy valamire, nem tudom, 24-én kell vigyük még. És addig kap naponta injekciót? Igen, ott vannak az injekciók. Préhítik. Ja, ezek. Igen, mert nem tudok járni is. Ja. Azért ott állhat a vénád, meg a üdék. Ja, mert érte a... Igen. Jobb vagy a bal láb? Jobb láb. Jobb kázam, és a jobb lábom tört. Uh-huh. De hol kapta el, vagy hogy volt? Hát úgy, hogy a kázamet meghajtta, és a májámtől így megfogott. Uh-huh. És úgy a fának neki vált, úgy a lábom tört, és a kázam. Jaj, a fának adj neki esett. Igen, úgy neki vált a szájába. Uh-huh. Béfogott. Kegyetlen. Úgyhogy akkor igazából ezen a mi kérésünk, és ezért is van itt ez a helyi beszélgetés máskönben, de tényleg apropó, ma reggel hívott fel, miért igen. Hívott fel, vagy miért pont engemet hívott, vagy? Hát azért, mert a Kászoni néptáncs azt mondta, hogy ők nincs, amit csinálnak. Uh-huh. Ők nem tudnak segíteni. És akkor megadták a számomat, vagy ön megkeresett, vagy? Hát megkerestem. Hol kapott meg? A számot. De hol kapta meg a számomat? Hát... Én a számot izén kaptam meg a Facebookon. Facebookon. Igen. S akkor azért hívott fel, hogy találkozzunk, vagy? Hát azért, hogy kérdeztem meg, hogy jársuk pénzt fel, hogy tudnának-e segíteni. Na hát igyekszünk tenni, amit lehet mi is a törvényes kereteken belül, illetve én is, mint magánszemély. Az lenne a kérésem minden kedves követő részére, akik most itt vannak, hogy most már este van, itt Romániában 9 óra elmúlt, Magyarországon 8 óra múlt, de az lenne a kérésünk, hogy egy számlaszámot megnyitunk, és erre a számlaszámra
kérjük, hogy nyújtsanak segítséget, és be fogunk majd számolni, illetve hát bízunk abban, hogy István, hogy felépül majd akár tavasz folyamán, vagy amikor lesz rá lehetőség, majd ő is ezt meg tudja önöknek köszönni. És sajnos egyelőre mi összefogásban, emberségben kell megoldást keressünk, mert ahogy mondtam, a medve áldozatok a román állam számára ebben a pillanatban csak problémaként léteznek, az ő problémájuk számukra nem létezik. Úgyhogy az a kérésem, hogy olyan helyekre osszák meg a saját oldalukon is ezt a videót, ahonnan elképzelhető, hogy jöhet segítség. És hogyha tényleg ez most fog ez így működni az önök közreműködésével, akkor ne talán, de adja az Isten, ne legyen még hasonló eset, akkor ugyanígy fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, hogy követtek, kérem osszák meg, és Esztolyka Istvánnak pedig felépülést kívánok. Köszönöm és szépen. Hát minden jót.